Nos, sziasztok srácok! Ebben a mai videóban át fogjuk beszélni, hogy a Cube királynő vajon mit fog csinálni a szigeten, ugyanis tegnap ugye megjött a frissítés, és most már a sziget felett lebeg. A kérdés az, hogy mit fog csinálni, hogyan fogják legyőzni, hogyan fog véget érni Season 8. Ezen kívül átbeszéljük az e-heti kártyákat, ugyanis ismét megkaptuk mind az 5 kártyát, és most már azt is tudjuk, hogy milyen skinek fognak jönni ezen a héten. Beszélünk meg olyan dolgokról is, ami a tegnapi videóból kimaradt. Ha esetleg támogatni szeretnél, ezt megteheted a Super Creator Code beírásával, ami nem más, mint Ghostin Rider. Ezt az item shop jobb alsó sarkában meg is teheted. Nagyon szépen köszönöm a támogatásod. Ha nem akarsz lemaradni a Fortnite újdonságról sem, akkor érdemes feliratkozni és nyomni egy csengőt, ugyanis ez nagyban segíti a munkámat, és érjük el együtt közösen a 90 000-et. Nagyon szépen köszönöm, srácok! Tegnap elindult az igazi Fortnite mérz, amire vártunk, aminek a címa az lett, hogy a Cube királynő haragja. Amihez kaptunk egy nagyon-nagyon menő cinematic trailert is. Games is over. Leave nothing behind. Aminek nagyon örülök, hogy a Fortnite mérzt összekötötték a történettel, szóval olyan érzésem van, mintha Chapter 1 Season 6-ban lennék, ugyanis ott is a történet össze volt kötve a Fortnite mérzzel. Az előzetesben látszik, hogy az arany kockából jön elő a királynő, szóval eddig végig a kockában volt, csak valamiért nem jött elő, de most már előbukkant és azt mondja, hogy vége a játéknak, és semmi nem maradjon hátra. Az előzetes alapján egy nagyon-nagyon gonosz karakterrel van dolgunk, hiszen a riflangót is szétmorzsolta, és mindent elpusztít az egész szigeten. A skinnek a leírása is már ezt ábrázolja, hogy tényleg egy gonosz karakter, hiszen az a leírása, hogy terror a valóságon túlról. Így most már van értelme a Season 6-os Tier 100-as Spire Assassin-nak, ugyanis annak a leírása az volt, hogy a valóságon túli világnak az őrzője. Szóval ezek az őrzők pont hogy a királynőtől védték meg ugye a Zero Pointot, de most már ugye a Spire Assassin-ok megszűntek, hála az anyahajónak, ami szétpusztította ugye a tornyot. Sőt, van egy olyan érzésem, hogy a királynő irányította az anyahajót is Season 7-ben, hiszen sosem láthattuk, hogy az űrlényeket ki irányította, ki volt a vezér. Viszont a Skyfire Eventnél ugye lehetett látni az arany királynő kockát leghátul, és úgy tűnik, mintha az lett volna itt az egésznek a kóréja. Még Season elején csináltam is erről egy teória videót, hogy a Raz miatt talált ide az anyahajó, és így van értelme ennek az egésznek, ugye a Kevin királynő azért találta meg a szigetet az anyahajóval, mert ugye Raz, ezzel a Kevin darabbal ügyeskedett, és valahogy megérezték. De most már nincs menekvés, a királynő megérkezett, és el akarja foglalni az egész szigetet. Ugye a királynőt meg lehet találni tegnap óta, a Cube tám felett lebegve, és egy ilyen hatalmas, sárga pajzs veszi körbe. A kezében jól láthatóan ilyen különleges, prizmaszerű, galaxisszerű Kevin kockák vannak, úgyhogy valamire készül. Folyamatosan tüzeljük a pajzsát, akkor lehet látni, hogy ugyanolyan effektje van, mint a sárga kockának, szóval igazából ez a pajzs ugyanolyan erős, mint a sárga Kevin kocka volt, de ez szerintem egyértelmű. Egy kis érdekesség, ha szimplán ránézünk a királynőre, akkor lehet hallani, hogy nevet folyamatosan. Ami jelenleg történik, nagyon-nagyon hasonlít a Chapter 1 Season 7-ben lévő Ice King-es eventre, ugyanis Ice King is ugyanezt csinálta, bezáratta magát egy gömbbe, és kevés rúnákkal varázsolt ugye egy eventben. Ugye azt tudjuk, hogy Ice King valahonnan tudott szerezni Kevin darabokat, és ezzel meg tudta idézni a jeges házkokat Season 7-ben. Szerintem Ice King gyengébb karakter volt, mint most jelenleg a királynő, de ha belegondoltok, egy Kevin darabbal le tudta fagyasztani az egész szigetet, és rengeteg házkot tudott megidézni. Vajon a királynőnek milyen ereje lehet? Meg lehet, hogy egy hasonló event fog történni, mint Season 7-ben Ice King-gel. Csak most nem jeges lesz a sziget, hanem csak is sideways-es. Olyat tudnék elképzelni, hogy Fortnite mérz végén, vagy a season végén lenne egy olyan event, hogy a királynő elkészül, felrobban a körülötte lévő buborék,
és az egész sziget sidewayses lesz, nem csak kis bobrékok, hanem maga az egész sziget. És rengeteg gólem és husk árasztja el az egész szigetet. Csupán három dolog tudja megállítani a királynőt, az egyik Dr. Sloan. Sajnos a tegnapi frissítése Dr. Sloan és az IO konvoj ugyanott van, ahol eddig, nem haladtak semmit előre, és nem lékedtek ki semmit ezzel kapcsolatban. Szóval egyelőre hideg pályán van Dr. Sloan. A második, akire tudok gondolni, Foundation. Szerintem nem egy gyenge karakter, hiszen belemászott, belerepült a Zero Pointba, le tudta magát fagyasztani, meg tudta idézni a Spire tornyot, szóval igazából van esélye legyőzni a királynőt. Arról nem is beszélve, hogy ő a Seven tagoknak a vezére, szóval igazából bármikor a másik valóságból elő tudja idézni a többi Seven tagot. De sajnos, mint tudjuk, jelenleg Gotham City-ben van ugye a képregény miatt, igazából a képregényen nagyon-nagyon sok fog múlni, annak a végén ki fog derülni, hogy vissza fog-e térni a szigetre, vagy mi fog történni. A harmadik tippem pedig nem más, mint maga a kék Kevin kocka. Annyi biztos, hogy a királynőhöz nem tartozik, ugyanis amikor a királynő összehívta a kockákat ugye, hogy megépítsék a Cube Town-ot, akkor ugye nem mozdult sehova. Lényegében eddig nem csinált semmit, olyan, mintha valamire várna, vagy valakire. Amit a leakekből tudunk, hogy ez a kék Kevin kocka is fog megidézni kis kockákat, azt sajnos nem lehet tudni, hogy mikor és miért fog ez történni. Viszont szerintem nem egymaga csinálja ezt a kocka ezeket a megidézéseket. Hiszen ha belegondoltok, a logika benne volt az előző kockákban is, hiszen megépítették a Cube Town-ot, de nem egyedül, hiszen a királynő irányította az összes kockát. Szóval, amit akarok mondani ezzel az egésszel, mi van akkor, hogyha a kék Kevin kockában is van egy személy? Mert ugye az event során a lila Kevin kocka úgymond meghalt, viszont rebootolták a játékosok, de egyáltalán kit rebootoltak? Mert elvileg agya nem hiszem, hogy lehet egy ilyen energiakockának. Szóval mi van akkor, ha van benne valamiféle személy, akiről eddig nem tudtunk? Mostani Kevines Fortnite mérzes glider is utal valamire, ugyanis a leírásában az van, hogy készüljünk fel a végső unboxingra, a végső kicsomagolásra. És maga a glider ugye egy Kevin kocka, viszont úgymond kinyílik, mintha papírból lenne. Mi van akkor, ha mindenféle lila vagy kék kockában van valamilyen személy? Ugye nem olyan rég kaptunk is egy ilyen Kevin skint is, aminek Kevin feje van, és ugye folyamatosan tud fejlődni. Mi van akkor, hogyha lila Kevin kockákban ilyen karakterek vannak? Viszont ha ez így van, akkor a kék kockában egy ilyen karakternek kell lennie, és aki jó, szóval a királynő ellen kell fordulnia. Szerintem egy elég jó fordulat lenne a Fortnite történetében, és sok mindenki nem is számítana rá, hogy esetleg egy személy innen kijöjjön. Minden esetre nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy a királynőt hogyan fogják legyőzni, és hogyan fog zárulni a Season 8. Most viszont nézzük meg az e-heti kártyákat. Ezen a héten 5 kártyát kaptunk, és igazából mind az 5 kártyának a skinje ki van leakelve. Az elsőt már meg is kaptuk, ez volt ugye a Sanctum, a Vampire skin, és ugye ez megkapta a vörös stílusát. A kártyák szerint holnap be fog kerülni az item shopba Ariana Grande új skinje, illetve a Malack Backbling. Utána be fog kerülni a Raven Pharaoh skinje, a Graven, utána jön a Mumia skin, végül pedig a Grizella. Szóval srácok, ezen a héten ezekre a skinekre lehet számítani, a Shadow Mind szerintem majd csak jövő héten fog jönni, ugyanis jövő héten ismét kapunk majd kártyákat. Esetleg ha valakit érdekel, a Mumia skin így fog kinézni a játékban, legalábbis a lobbyban így néz ki. Ezen a héten vagy jövő héten elindul egy újabb szavazás, miszerint a Combat Shotgun vagy a Boogie Bomb kerülne be a játékba. Egyelőre gőzöm sincs, hogy melyik fog nyerni, vagy egy jó shotgun fogunk kapni, vagy a Boogie Bombot, igazából mind a kettő hasznos tárgy tud lenni. Én igazából szerettem a Combat Shotgun-t, szóval azzal se lenne bajom, a Boogie Bomb meg eléggé szórakoztató eszköz, szóval igazából bármelyik jöhet tőlem. Annyit még megemlítenék, hogy Grotto vize sajnos nem változott a tegnapi nap folyamán, szóval úgy látszik, hogy Grotto és a Dr. Sloan konvoja nagyon-nagyon belassult így a Fortnite mérzre, szerintem majd csak novemberben fog elindulni itt minden. Gondolom már mindenki észrevette, hogy tegnapi nap folyamán elindult délután a Fortnite mérzes event, amivel rengeteg challenge-et, ingyenes rewardokat kaptunk, és ugye bekerült a Horderes nevezetű LTM is, ami szerintem elég szórakoztató, úgyhogy rengeteg cuccot lehet szerezni most a Fortnite-ban, úgyhogy hajrá srácok! Annyit elárulnék, hogy az Ariana Grande NPC-t a Bellevue Beach dokjánál lehet megtalálni, a Ghostbusters NPC-t pedig ugye az OG szigetnél, Camp Codnál található meg. Hát srácok, már ennyi lett volna ez a teória videó, ha tetszett, akkor dobjatok lájkot, illetve iratkozzatok fel, ha még nem vagytok. Kommentben írjátok meg, hogy ti szerintetek tényleg a kék Kevin kockában van-e személy, vagy csak én gondolom-e így, de szerintem igazából lenne értelme, meg szerintem érdekes történet lenne ebből is. Én viszont mára mentem, köszönöm, hogy megnéztétek a mai videómat,
Ghost Rider voltam, sziasztok!